A rutin és a fiatalság képviselői mérték össze erejüket, és a csatában egyik fél sem tudott jelentősebb előnyt szerezni. A játékidő jelentős részében a hazaiak vezettek, az első félidő végén 45-32-re. A két gárda között ekkor volt a legnagyobb a különbség. Persze ekkor még a találkozó sorsa nem dőlt el, sőt, az még kétséges volt szinte a végső dudaszó elhangzásakor is. Ekkor, három pontos hazai vezetésnél az utolsó támadást vezető, de annak befejezéséhez csupán egy-két másodperccel rendelkező szolnokiak nem tudtak könnyebb dobóhelyzetet kialakítani, így megmaradt az előny, és született meg a CKE 80-77-es győzelme. A ceglédi gárdában remekül sikerült a végül 20 pontig jutó Durasevics bemutatkozása, még a palánkok alatt Marinkovics dolgozott a legjobban, szedte a védő és támadó lepattanókat, miközben 19 pontot dobva eredményes is volt. A hazaiak három idézőjelben apróbb embere összesen 35 pontot szerzett, melyből Mandoki 15, Hegedűs és Demecs 10-10 ponttal vette ki a részét.